17 csapat nevezett az immár 14. halfőző kupára, melyből 16 meg is jelent a mérkőzések helyszínén a Vasvári Pál utcai műfüvesen. Szerdától péntekig a csoportmeccsek zajlottak, míg szombat délelőtt a helyosztókra került sor. A harmadik helyet az elmúlt két év bajnoka, a bajai Erpuszem szerezte meg, miután a bronzmeccsen 3-2-re verte a kiskunhalasi Valkon Pékséget. Úgy gondolom, hogy megérdemelten nyerte a hajós csapat a tornát, mert ellenünk két, úgymond a szerencsés gólt rúgtak, mi felálltunk kétszer, és a hetesekkel sajnos elvéreztünk a döntőbe jutásért. De én gondolom, a két bajnoki cím után a harmadik hely is egy szép eredmény. A döntőbe az utóbbi időben jó formában játszó Bácsbokodi Kaszanova és a hajósi Digitál West került be. Kisebb meglepetésre a rendes játékidőben elért 2-2 után hetesekkel a hajósiak győztek. És jöttetek, láttatok, győztetek, mondom, minden elégedett. Nagyon örülünk, én mindenkivel meg voltam elégedve. Mondtok egyáltalán arra, hogy ezt beúszhatjátok? Hát több csapatot esélyesebbnek tartottunk, de azért titkon reménykedtünk benne, hogy győzünk. Az RM ellen például inkább visszaálltunk védekezni, az volt a taktika. Nem volt sok cserénk, de sikerült kiemelkedni. A Bácsbokodi és a Dávodi torna megnyerését követően, tehát a Kaszanovának be kellett érnie ezüstéremmel, ám a gólkirály ezúttal is Szőlősi Tamás lett 7 találattal. Hát sajnálom, hogy elvesztettük a döntőt, ott voltak a helyzeteink, be kellett volna rúgni rendes játékidőben. Ez nem sikerült, aztán hetes párban már lutri volt. A folytatásban a következő hétvégén a Herceg Szántói és a Dunafalvai Kupa következik.